Az idei Semmelweis napon adták át a 60-i Albert Schweitzer Kórház és Rendőrintézet újonnan kialakított sürgősségi betegellátóosztályát. A 60-i egészségügyi intézmény számos dolgozója részesült elismerésben, tekintettel a rendkívül magas szinten végzett szakmai munkára és áldozatkészségre. A humán erőforrás fejlesztése, a megváltozott munkaképességi munkavállalók hatékonyabb segítése, a munkavállaláshoz szükséges készségeik fejlesztése volt a célja annak a pályázatnak, amelynek június 24-én tartották záró konferenciáját. A debreceni székhelyű Kreditab Kft. 127 megváltozott munkaképességi kollégával végez takarítást közintézményekben. Az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézetet támogató Legyen az Ön Szívügye is alapítvány szervezésében Borsódi László trombita művész és barátai három alkalommal adnak koncertet a térségben. Első kartali előadásukat követően az Ikladi Evangelikus templomban adtak nagy sikerű koncertet június 28-án. Jótékonysági sportnapot szerveztek a Diósi Lauráért alapítvány javára Szadán. Az alapítványt Laura szüleinek barátai hozták létre 2012-ben, hogy ezzel is segítsék a koraszülöttként világra jött mozgássérült kislány mindennapjait. A 2015. július 4-én megrendezett sportnapon többféle edzésen vehettek részt a mozogni és segíteni vágyók.